A tervezett eszközök és képzések a projekt alapú komplex természettudományokra épülő módszertan a robotikán keresztül a műszaki gondolkodásmódot az interaktív szoftver használat biztosításával a matematikai szemléltetést teszik lehetővé. Fint Azita, a Neumann János Egyetem kancellárja így foglalta össze annak a projektnek a lényegét, amely során digitális fejlődésen megy keresztül 4 intézmény. A projekt beemelt tantárgyak esetén az éves tanórakeret 40%-ában jelenítik majd meg a digitális eszköz használatot valamilyen módon. A cél, hogy a kecskemétiek lépést tudjanak tartani a jelenlegi technikai civilizációval. Modern digitális eszközöket próbálunk bevinni az oktatásba, ami nagyon régóta kísérti már az oktatást, hogy bekerüljenek ezek az eszközök. Most egy újabb lökést adhat neki ez a projekt. Ez olyan intelligens mobileszközöket vagy digitális megjelenítőket jelent, amikkel kicsit látványosabbá lehet tenni a tanórákat, mind a diák, mind a tanár oldaláról. Az eszközök között szoftverek is vannak, valamint tabletek és Lego robotok. A résztvevő iskolák tanárai képzéseken vesznek részt a digitális oktatás témakörében. A projektben elkészül majd egy közel 700 tanórán alkalmazható digitális anyag, amely országos publicitást kap. A 21. század világa egy mérhetetlen felgyorsult képi világ. A gyerekek ezekre a impulzusokra reagálnak. Nyilván a kép, a szín, a hang, az sokkal jobban megmozgatja az ő érzelemvilágukat, a gondolati kreativitásukat, és sokkal inkább tudjuk a logikai készségüket, a gondolkodásukat, a manuális készségüket, az értőolvasásukat és a digitalizációval fejleszteni. A projektben a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor gyakorló általános iskolája, a kecskeméti Bányai Júlia gimnázium, a Lajos Mizsei Fekete István sportiskolai általános iskola és a kecskeméti Vásárhelyi Pál általános iskola és alapfokú művészeti iskola közösen vesz részt. A 110 milliós projekt 2021. februárjáig tart.